Na, madárkáim, szépen összekerültünk. Ablakok befalazva, vasajtó bezárva. A kulcs szépen felakasztva. A stukker pedig itt van a mancsomban. A helyzet világos. Azt csináltok, amit mondok. Leülni! Nem halljátok! Leülni! Hüllet! Parancsoljon, cuki úr, kérem. Te oda! Hüllet! Méltóságos! Halkabban, kérem, finomabban. Méltóságos! Te oda! Hé, vidéki! Mi a neved? Márton, instálom, Márton. De meg oda, bugris! Szemüveges? De miért hordasz szemüveget? Csak nem vagy professzor. Intellektuel vagyok, kérem, intellektuel. Majd leszoksz róla. Leülni, oda! Ahogy uhagyjuk. Mi van, Miller? Mit mocorogsz? Elnézést, cuki úr, kérem, de ki kell mennem. Maradsz a helyeden, Miller? Kis dolgot végezni. Nem pofázunk, Miller? Nagyon kell. Pofa be, Miller! Én erről orvosi igazolást tudok felmutatni. Azt mondtam, pofa be, Miller! Vagy beléd ereszek egyet! Isten őriz! Ha egyszer pofa be, akkor pofa be. Mindenki csak akkor beszél, ha kérdezem. Tessék kérdezni, cuki úr, kérem. Kós Müller. Majd ha akarok, kérdezek, Müller. K. Müller a nevem, ha szabad figyelmeztetnem. K. Müller. Nem szabad. És ha én Müller helyett csak annyit mondok, hogy mű, akkor neked az a neved, hogy mű. Meg vagyok értve? Már hogy ne volna megértve, cuki úr, velem lehet beszélni. Kérem, én megelégszem azzal is, hogy mű. Sőt, mondok magának valamit. Egyenesen tetszik. Mű. 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 Ricskanetene! A kirele szumát! Ennyi. Hát nem aludtam, a kibőgítem. Te bőgsz, te barom, te tedd el az alvókádat, mert belédereztek egy olmot. Ez kihallgatás, és nem tehénleg elő. Hallatlan, miközben a cuki úr beszélő alszik, és rontja a sanszainkat a cuki úrnál. Cuki úr, kérem, engem ne tessék egy kalap alá venni ő vele, én elhatárolom magam. Mondja K. Müller maga képtelen egy percig hallgatni. Maga beszél, kis úr, pont maga, aki folyton csak szónokolt, mielőtt ide kerültünk, hogy az értelmiségi elitnek át kell vennie a vezető szerepet, meg hogy ki kell szorítani a primitivizmust. Tetszik érteni, cuki úr, kérem, éppen a primitivizmust. Micsoda? Kit kell kiszorítani? A priuszosokat? Professzorkám. Kire céloztál? Kérem, én nem konkrét személyekre céloztam, én a primitivizmusról, mint szellemi magatartásról beszéltem, csak úgy általában. Szóval a szellemi magatartásommal van bajod, professzorkám. Hol a stukker? Na, most megkérdezem tőled, aperitív, hogy van-e szellemi magatartásom? Vagy nincs-e? Szeretném még egyszer leszögezni, hogy én más kategóriákban... Van-e, vagy nincs-e? Minden szellemi magatartás kondíció sine qua nonja. Térdre! Kezeket hátra! Érzed a tarkódon a stukkert? Van! Van, kérem! Önnek van szellemi magatartás! Hangosabban! Önnek van szellemi magatartás! Na ugye, hogy elismeri! Világszerte mindenütt elismerik a cuki úr szellemi magatartását! Hallották, ugye? Na... Méltóságos. Mi lesz? Hallottad, vagy nem hallottad? Nem vagyok süket, kérem. Na, tehát? Elismerte. Persze jellemző. Hogy érti ezt? Mi az, hogy jellemző? Jellemző az értelmiségre. Semmi tartás, semmi történelmi tradíció. Gyökértelen népség. Ha kattan a revolver, ön is fújja a kötelező pénzumot. Csak hogy én egyedül fújom, ön pedig az előkelő őseivel, a dédpapákkal és a dédmamákkal együtt. Ez a különbség. Mit dédpapáznak ezek itt? A méltóságos kifogásolja a kisúr állásfoglalását, és a dédpapáira hivatkozik. Miféle dédpapáira? Kérem, ez egy magántermészetű vitám ezzel a... Hogy is hívják magát? Kis, méltóságos uram. Kis.
Mit képzeltek ti tulajdonképpen, ha? Nem karácsonyi beszélőn vagytok a gyűjtőben? Hanem a Cuki úr kihallgatásán csendet kérünk. Kinek van itt dédpapája? A kis úr mondta, hogy... Neked dédpapád van, professzor? Azt mered állítani? Kérem, én ezt csak úgy mondtam, kvázi szimbolikusan. Van-e, vagy nincs-e? Feltehetően volt dédpapám, különben nem ülnék itt. Feltehetően volt neki. Nem volt. Nem volt, ahogy lett volna. Nem volt, professzorkám. Meg vagyok értve? Kérem, bizonyos biológiai meggondolások arra késztetnek, hogy rakaszkodjam. Szóval volt. Na, hol a stoker? No? Nem volt! Dehogy volt, dédpapám. Na, te... Kiállítja még, hogy volt neki. Kérem, nekem nem csak déd atyám volt, én az őseimet vissza tudom vezetni a 13. századig. Az én családom megtalálható a gótai almanakban. Kicsodában? Jó könyv, ismerem, amiben azok az ősök fel vannak sorolva, tetszik érteni engem. Uh-huh. Az apám néhai K. Müller olvasta, már mint annak idején, és tetszik érteni. Mind fel vannak abba sorolva az ősök? Hát te láttad? Mit kérem? Hát azt az albumot, na, amiben az ősök. Láttam. És? Benne vannak az őseim. És? Nem értem, mire gondol. És az én őseim? A maga őseim? Azokat is láttad? Már bocsásson meg, de hogy lehetnének a maga ősei? Hát miért ne lehetnének? Kérdem, én miért ne lehetnének a Cuki úr ősei? Ez nevetséges. Ezt nem gondolhatják komolyan. Nevetséges. A gótai almanakban csak régi patinás, teljesen tiszta vérű családok. Jó vér, nagy virtus, a ricsentőjét! A ló meg a barom is jobban húz, ha jó a vére. Hús! Te! Itt most mi a történelemben járkálunk, te bugris, te! A történelemben járunk, és ő lóról meg baromról rittyentőzik. Na, megáll az ember esze. Na, méltóságos. Szóval az én családom nem platinás család? Nem platinás, hanem patinás. Azaz régi, ősi veretű. Értem én, mit magyarázol. Na, tehát? Mit tehát? Azt akarod mondani, hogy nekem... Egyáltalán nincsenek őseim. Elődjei bizonyára vannak, de ősei ilyen értelemben ugyebár az nonsens. Jól megnéztette aztat, méltóságos. Jól. Biztosan csak elnézted. Ott van az. No, de hogyan kell aztat kikeresni? Családfa szerint apai meg anyai ágon. Ja. De hiszen a méltóságos nem is tudja, hogy hívták a Cuki úr kedves szüleit, hogy hívták az édesapját. Nem tudom. Hát akkor talán anyai ágon. Hogy hívták a kedves édesanyját? Nem ismertem. Értem, pardon. Hát az a gyanúm, öregem, hogy maga nincs benne a gótai almanakban. De én is benne akarok lenni. Te vén bazári majom. Majd én megmutatom neked, hogy igenis benne vagyok. Felállni. Állj fel! Mert belé tereztek egyet, te. A falhoz. Mozgás! Kezeket tarkóra! Na most gondolkozz. Gondolkozz, félkegyelmes, de jól törd a fejedet, ahogy csak tudod. Emlékszel már? Nem tudom, mire kéne emlékeznem. Müller, hogy mondtad? Ki olvasta azt az izét? A faterod? Igen, néhai K. Müller. És ő sem látta az én őseimet? Nem mesélte? Hogy mesélte, de még mennyire, hogy mesélte? Másról se beszélt, mint a Cuki úr őseiről. Ha? Azt mondta mindig szegény jó édesapám, hogy ez a legfinomabb történelmi család, a Cuki úré. Egész legendákat rakért mindig szegény jó édesapám, igen. Néhai K. Müller. Már hogy ne emlékeznék, lehet azt elfelejteni. Na, méltóságos, ha a Müller emlékszik, hogy a faterja olvasta, akkor hogy létezik az, hogy te nem láttad? Méltóságos, he? Kérem, ez nyilvánvalóan téves információ. Igen. Mindenki látta, csak pont te nem. Na, utoljára mondom, gondolkozz, háromig számolok. Egy. Nonsense. Kettő. Abszurdum. Három. Láttam. Mit láttál?
az őseit. Hányat? Sokat. Nagyon sokat. Nagyon sokan. Finom ősök voltak? Finom ősök. A legelőkelőbb család, mi? A legelőkelőbb. Müller, milyen is szokott lenni egy ilyen előkelő családnak? Előneve, egy-két előneve. Aha. Nekem hány előnevem volt, te méltóságos? Egy. Egy? Müller, mit mesélte a faterod? Hány előnevem volt? Kettő. Kettő? Csak kettő, te? Miket beszélek össze-vissza? Ez kihagyja az agyam, bocsánat. Pontosan emlékszem, 10 volt. 10. 10, ez biztos. Mérget vehet rá, Cuki úr, kérem. Na, méltóságos, emlékszel már, hány előnevem volt? 10. Na, ugye. És volt még másnak is ennyi előneve, ha? Nem volt. Tehát nekem van a legtöbb előnevem. És még vitatkozzuk. No, megfordulhatsz, méltóságos. Igenis. Ja, és te? Benne vagy? Benne. Nem vagy benne. Ilyet mondani még, hogy ő benne van. Szóval benne vagy? Nem vagyok benne. Mindjárt mondtam. Egyetlen szaros ősöd sincs benne. Egyetlen ősöm sincs benne. Szaros ősöd? Szaros ősöm. Na, leülhetsz. Köszönöm. Hát akkor, méltóságos uram, kvittek vagyunk. Szépen fújta a pénzzumot, ahogy megmondtam. Egy fia őse nem maradt, méltóságos uram. Beszolgáltatta őket mindegy szálig. Most itt állunk mind a ketten, pőrén ősök nélkül. Hát nem szép dolog az egyenlőség? Tök fej. Ezért most ki kellene hívnom párbajra. A történelmi pillanat éppen megfelelne. Magával nem párbajozom. Mi van, apuskáim? Párbajozni akartok? Hely, mint a bikák tavasszal. Te, koma! Szeretnél párbajt látni? Egy jó kis cirkusz, nem? Köpök én arra! A fatornyos falumat azt szeretném látni. Fatornyos faluját menjen már, az már csak a műnépdalokban létezik. Na ne, mondjon már ilyet az úr! Ott az én hazám, ott lakok én a fatornyos falumban. Igazán? Várjon, ezt följegyzem. Miféle falu az? Rezervátum! Kicsoda? Rezervátum falva. Ott szép ám csak az élet. Pátyul a határ, kigöndörödik a búza, pöszmög a sikér, de nem akármilyen sikér, hazai sikér. Hazai sikér. Gunnyog a tiktó, csicsog a fityfa, pitymal a kátyú, és a tinók fara himbázik. Hey, Iluskám, látlak-e még téged? Hey! Miért rezervátum? Hát egyszer jött mindenféle nadrágos fekete taxival. Mondták, hogy emberek mától bujjanak gatyába, szűrbe, az asszonyok húzzanak rokoját, meg ködmönt. Mert ez itt most rezervátum. Aztán mentek tovább a fekete taxival. Na és aztán? Azóta szivárványos az életünk. Árvalányhaj, darumadár, pitykésedik, már a határ. Hey! De azért dolgoznak. Ajaj, ma reggel 8-kor kezdődik az előadás. Miféle előadás? Aratás, répaegyelés, lucerna bilikum a kutatóknak. Miféle kutatóknak? Én biz nem is tudom, valami kór van rajtuk. Kór? Csak meg ne kapjam! Méghozzá fő kór? Talán folklór. Olyan betegség de nincs. De az, jól mondja az úr, főkór kutatók voltak. Hülyének néztek ti engem. Majd adok én nektek olyan angol kort, hogy attól koldultok. Na nem mi rajtunk van a kór. Hanem azokon a kutatókon. Jó. Hát a rezervátum, vagyis, hogy mink egészségesek vagyunk, mint a csermak. Patoronyos falumat egyszer még bejárnám, azután nem bánom, elpatkolok árván. Hey, Iluskám, látlak-e még tégedet? Ki a nyavaja ez az Iluska? Hát a szeretőm istálom. Szeretőd? Na, beszélj már róla. Milyen? Barna szemű. Barna hajú. Melyes. Melyes? Nincs olyan több kereke világon, legalábbis a járásban. Melyes. Mondja, földikém.
Melyes? Müller, pofonzivatar lesz. Igenis, pardon. Te, szóval azt mondod? Melyes? Ajaj, így áll neki. Új, te fogtad már? Hát, hébe-hóba. Így, hányszor? Vasár és ünnepnapon. Hogyhogy? A bimbózásnál. A bimbózásnál? A templomba elkaptam a keszkedőjét. Érti az úr? Érte, hát. Na, de aztán? Hát az esti csürdöngölőnél kaphatja csak vissza. Eljárja a veszős burukkot, én bakfarkozok közbe, ő meg tikozza magát jobbra-balra, a többi legény meg lány körbe szuttyong. Szuttyong. De ez már az. Micsoda? Hát amikor megfogod a mellyét, szuttyong. De ezen előbb még fel kell süvetülni a kurta trutymót. Csak aztán jön a bimbózás. Világos, hogy a trutymót fel kell süvetülni. Na de akkor már megfogod. De megáll. Úgy belemarkorok, hogy csak úgy töfök. Töfög? Töfög ám itt a taxiduda. Nagyvérű vagyok én, hát ezért. Nagyvére van neki, csak rá kell nézni. Müller. Pardon. Na, és aztán? Aztán bemegyünk a bozótba, és leheveredünk. Jegyzi az úr? Igen, hajna, jegyzem. Mert aztán nem vagyok ám hajlandó még egyszer elmondani. Nem. Szóval, te bementek a bozótba, és ledöntöd. Ledönti a lányt, ugye, földikén? Te, Müller, szilánkokra pofozlak. Pardon? No, mondd már, koma, mit csináltok a bozótban, no? Hát, beszélgetünk, instálom. Csak beszélgettek. Úgy illik. És semmi más? Mi lenne? Hát egy kis... Na, hát... Tudod ja, már! Hogy arra gondol az úr? Na. Nem lehet még instálom. Nem lehet. Miért nem? Hát, amíg nincs kapaváltás, nem lehet. Csak azután. Na, minek ehhez a kapa? Mert még nem takarítottok be a gyüszméket. Addig nem lehet. Ezt kimondta. Kimondta. Ez a forschrift. Jegyzi az úr? Hogyne. Forschrift. Hát így. Süket, sütyerák. Hely, Iluskám, látlak-e még tégedet? Nem látod. Tessék? Nem látod, és nem is láttad soha. Már hogy ne láttam volna? A szeretőmet? Nem a te szeretőd. Hát ki? Az én szeretőm. A maga szeretője? Bizony az enyém. De a sistergős állapítosát ne mondjon ilyet az úr, mert... Az én szeretőm is kész! Hát hogy volna kész, amikor nem kész, hát dehogy is kész, hogy az én Iluskám... Az én Iluskám! Az én szeretőm! Az én szeretőm! Képes vitatkozni? Na hát, világos, hogy a Cuki úr szeretője mindig is az volt a Cuki úré. Én csak hallgatom ezt az egészet itten, hogy miket beszél maga össze-vissza, hogy keszkenő, meg rikkentő. Na hát én már régen akartam szólni, de gondoltam, ne szólj szám, nem fáj fejem így beszélni a Cuki úr Iluskájáról. Müller, ki pofázik itten? Te vagy én? Természetesen a Cuki úr pofázik. Na. Tehát... Kicsoda ez az Iluska, te bogris? Az én szerelmetes szeretőm! A te szeretőd. És akkor az én szeretőm, kicsoda? Azt én honnan tudjam? Nem tudod? Nem én! Na majd eszedbe juttatom. Felállni! Ne félj, Ilus! Nem adlak én tégedet! Felállni! Nem adlak, nem én! Fel! Valhoz! Akátos úr! Ha végig megyek rajtad én. Ezeket Tarkóra? Ég a kujhó ropogánát, nem adlak én téged, Ilus, nem, még ha leszakad az a csillagos ég, akkor sem! Jaj! Mi az? Csiklandozza nyakadat a stukkerem? Koma, ide figyelj! Egy holdföldet kapsz, ha itt mindenki előtt kijelented, hogy ez az Iluska az én szeretőm, és mindig is az volt. Egy holdföldet mondott. Egy hold. Kataszteri, vagy magyar hold? Kataszteri. Válasz, mert a Stukker már ficánkol a tenyeremben.
ott bütyökmagot is vethetnék. Forgóba, hol bütyökmagot, hol tavaszi kunkort. Egyikében ezt, másikében azt. Forgóba. Mi lesz, már nem lelki gyakorlaton vagyunk. Azt mondja, egy hold? Egy hold. Kataszteri? Kataszteri. Rendben van, de zsíros föld legyen ám. Na, akkor most felej. Kaba, szeretőd ez az Iluska? Nem. Nem is volt soha? Soha. Nem is látta soha? Nem én. De azért csak tudod, hogy milyen? Melyes. Olyan, amilyen nekem kell. Olyan. És kinek a szeretője? A magáé. Egyedül az enyém. Egyedül a magáé. Leülhetsz. De aztán zsíros föld legyen ám. Leülni. Ha szabad kérdeznem, hogy van a nagycsasszony? Miféle nagycsasszony? Hát, tetszik tudni, a Cukki úr hölgye. Hát, úgy értem, ha nem veszi tolakodásnak, Cukki úr, az Iluska. Nem bizalmaskodunk, Müller. De, hogy Isten őrizé, csak úgy gondoltam, olyan értelemben... Te addig turkálsz a magánéletemben, Müller, amíg feladom neked az utolsó keretet. Pardon. Kitartás dolga az egész. A kitartás van, minden van. Egy. Van szellemi magatartásom. Van? Van! Na, mindenki elismeri. Szép. Kettő. Vannak őseim. A legelőkelőbb családból származom. Hely, ki gondolta volna? Három. Van egy csajom. Méghozzá nem is akármilyen. Melyes! És boldog önkielégülésben tetszik élni. Mi kéne még? Én megmondom, ha megengedi. Na, mi az, professzor, halljuk? A kulcs. Kulcs? Milyen kulcs? Hát amire tulajdonképpen mindannyian várunk. Várunk? Igen, hogy kinyissuk a kaput és elmehessünk. Végeredményben ez a célunk, nem? Odakint aztán minden rendbe jön. Nyissuk ki. Ja, hogy ez a kulcs, a kapukulcs, itt a szöget. Igen, akasszuk le, nyissuk ki az ajtót, és menjünk. Ez valamennyiünk érdeke, az öné is. Az én érdekem is? Persze, hát nem maradhatunk itt örökké. Miért nem? Mert nem észszerű. Amikor ott lóg a kulcs, csak le kell akasztani. Szerintem például... Egyáltalán nem kell leakasztani. Jó helyen van, ahol van. És ti is jó helyen vagytok, és én is jó helyen vagyok. Meg vagyok értve. Nagyon kellemes így együtt. És a Cuki úr társasága, hát az egy élvezet, kérem. Minden szavából csak tanulhat az ember. Persze, majd ha netán, ugye nem most, szó se róla, nem úgy gondoltam, de ha majd esetleg mégis a Cuki úr megunná, na persze csak úgy mondom ezt, mert én maradok, kérem, akár meddig boldogan. De ha ugye a Cuki úr esetleg megunná, hogy itt ücsörögjünk, mondjuk megunná, hogy állandóan a képünket nézze, hát akkor talán lehetne rá gondolni, persze gondos mérlegelés után, nem mondom én, hogy csak úgy hübele Balázs módjára, szóval akkor kinyithatnánk a kaput, ha épp ben a Cuki úr megunná, hogy mindig a képünket nézze. Ha én megunom, hogy a pofátokat nézzem, akkor belétek eresztek egyet-egyet, és kész. És nem fogok nektek kaput nyitogatni, mint egy ócska házmester! Meg vagyok értve? Meg? Mert hogy ne volna megértve, Cuki úr? Hiszen én sem úgy gondoltam, ne tessék félreérteni. Nézze, Cuki barátom, beszéljünk okosan. Hiszen férfiak vagyunk, volt maga katona.
Nem volt rá időm. Bennlakó voltam. No, mindegy, mindegy. De lehetett volna, ugyebár. A katonaságnál legfontosabb a fegyelem. Ha fegyelem van, akkor minden van. Hallgasson rám, fiam. Én itt most szívesen átveszem a parancsnokságot. Átveszed? Méltóságos. Ha? Át. Hogy egységbe tömörítsem, és fegyelmezetten kivezessem magukat innét. Mit szól az ajánlatomhoz? Te vén bazári majom! Hát azt hiszed, hogy át tudsz engem ejteni? Engem! A cukit a szuterénből! Leülni! Hát pedig igaza van az úrnak. Ki kéne mennünk innét? Hogy kapom meg az egyholt földemet, ha mindig csak itt nyomom a széket? És ki fogja bevetni bütyök maggal? Nem beszélve arról, hogy az elemi humánum is azt követeli... Kulcs! A kulcs! A kulcs! A kulcs! Én egy szót se szóltam. Leülni. Én meg sem mozdultam. A kapu zárva marad! Mi kéne még? Megvan. Ha ebédhez kongatnak, valami zárkán felüli kaja pia kéne. Jaj, hogy milyen igaza van a cuki úrnak, én is majd felfordulok az éjségtől. Hát mit tegyünk? Segíthetek valami, cuki úr, kérem? Nem bánom, Müller, de aztán el ne bízd magad. Én elbízni magam? Ugyan már hova gondol, a cuki úr olyan nem létezik. Na, Müller, hát akkor csoszogj oda a kredenchez. A kredenchez? Mármint a kredencet tetszett mondani? Igen. Amit vagy úgy oda? A kredenc? Ezt nem tetszik komolyan gondolni. Nehogy nem, Müller. Na, gyerünk már! De hiszen a kredenc... Mi van vele? A kredenc ott van. Na, bőg már ki! A kredenc ott van a másik oldalon. Na és? Úgy tetszik gondolni, hogy én menjek, hogy én menjek oda? Slattyogj már, te! Én a kredencig, egészen a kredencig. Müller, elfogy a türelmem. Bocsánat, kérek, kedves cuki úr, de én egy óvatos ember vagyok. Hát ha tévedek, hát ha rosszul hallottam, hadd kérdezzem meg még egyszer. Micsodát? Tessék nekem még egyszer hangosan megismételni, hogy én most menjek oda egészen a kredenc. Müller, osonj oda a kredenchez, mert kilukasztalak! Ez igaz. Nem hallottam rosszul, hogy menjek oda egészen a kredencig. Szabadság, Istenem! Micsoda mozgási szabadság! Na, csámpázol már? Már indulok is. Megyek. Na, na, hát, mi bajod, Müller? Mit esel össze itt? Semmi, csak szédülök. Bocsánatot kérek, nagyon sajnálom, hogy várakoztatom a cuki urat, de szédülök. Micsoda szabadság. Micsoda szabadság. Egy pillanat, mindjárt elmúlik. Na, csak hogy ott vagy már végre. Nyisd ki. Igen. Igenis. Na, deríts meg! Igenis. Tessék, tessék parancsolni, cuki úr, kérem. Fogja ezt a tányért, méltóságos. Na, itt van magának is egy kis. Ez meg a magáé koma. Felállni! Mindenki! Imá! Aki kaját, piát adott, annak neve legyen áldott. Ámen! Leülni! Malcait. Aj, nagyanyád. Na, akkor mit hozhatok, cuki úr, kérem? Levest! Na! Nóta! Százados úr, se baj, százados úr, ha felhívtalom. Tessék parancsolni!
Itt a leves. Tálalhatom? Miért meregeted itt nekem ezt a tálat? Add ide már az egészet, úgy jól. Fiú, én élek a katonaim. Megette. Az egész levest megette. Megette. Felette. Húst. Olyan húst, aminek nyele van. Csirkecomb jó lesz. Na, ide vele. Akkor kiosztom, jó? A Cuki úrnak 3 comb, nekem 2, a méltóságosnak 1. Müller, mit csinálsz? Hát ez nem népkonyha. Na, ide minden combot a tányéromra. Mindent? És akkor nekünk... A... Nota! 3-4! De százados úr, sem baj, százados úr, a felül a lovára. Ide visszatekint, sem baj, ide visszatekint, a lelep visszatekint, sem baj, ide jön. De jó volt. Fiúk! Hát az összes combot megette. Megette. Felette. Müller. Valamivel ezt most le kéne öblíteni. Bort. Igen, és Zuki úr, kérem, ez a kadarka jó lesz? Jó, jöhet. Egy pillanat. Kiosztom a poharakat. Nem osztasz ki semmit, Müller. Jobban esik üvegből. Na, nota, 3-4! Százados úr, sejhaj! Százados úr, a felül a visszatekint sejhaj! Vérré válik az emberbe. Kiitta az egész. Kedves, egészségére, Cuki úr! Köszönöm, Müller. Köszönöm. Most bóbiskolok egy kicsit. Evés után kell a szervezetnek. Leszedhetem az asztalt, Cuki úr? Szedd csak le, Müller. Tessék parancsolni a revolver. Itt tetszett felejteni az eszcájgok között. Müller, áll ide, na! Te barom! Lesotortad a tányérrel együtt a Stukkert is. Hol van? Ott van a méltóságos előtt a földön. Már is hozom, Cuki úr, kérem. Bocsánat. Pardon? Majd én. Méltóságos. Felvette a Stukkert. Ezennel a törvényes rend helyreállt. Cuki úr, üljön le! Megkezdjük a konszolidációt. Na végre! Legfőbb ideje volt, méltóságos uram, már nem sokáig bírtam volna tartani magamat, de... Ellenálltam. Büszkén valhatom, hogy a legnehezebb időkben is ellenálltam. Méltóztassék ezt számításba venni. Mindenek előtt kimegyek a toaletre. De semmi mozgás, uraim. Onnét is figyelek. Mondja, Müller maga ellenállt. Érdekes, én észre se vettem. Akkor maga nem figyelt, kérem. Nagyon el volt merülve. Szeretném tudni, miben volt annyira elmerülve. Csak nem abban, hogy szellemi támogatást adjon ennek a Cukinak. Fúj, Müller, fúj. Szép dolog, mondhatom. Szellemileg kiszolgálni a primitivizmust, és közben belerúgni egy igaz ellenállóba. Emellett ma már nem lehet csak úgy szó nélkül elmenni, de nem ám. Azok az idők elmúltak, kérem. Úgy van, egyszer s mindenkorra elmúltam. Most olyan idők következnek, amikor a nemzet géniusza, glóriája, stb.
Mesélje el nekem, Müller, hogyan volt maga ellenálló. Ne fosszom meg ettől az élvezettől. Micsoda kérdés, hogy én hogy voltam ellenálló? Hát megáll az ember esze. Hát nem látta? Hol él maga, hogy nem látta, amikor tud róla mindenki? Tegyük fel, hogy nem láttam, vagy kihagy a memóriám. Tehát? Most kezdjek el hencegni. Tudja mit, hencegjen. Hiszen büszke rá. A nemzeti nagysággal büszkélkedni nem bűn, hanem kötelesség. Komolyan mondom, röstellem magam. Talán arra sem emlékszik, hogy ez a cuki a szuterénból megcsonkította a nevemet? Kijelentette, hogy ezen túl, micsoda megaláztatás, Müller helyett egyszerűen mű a nevem, és én mégis bátran vállalva minden kockázatot továbbra is Müller maradtam, sőt, K. Müller. Ez igen. És amikor ez a cuki agyon akarta lőni a mi szeretett, méltóságos urunkat, talán nem szökött könny a szememben? Nem láttam. Lehet, hogy maga nem látta, mert nagyon el volt merülve, csak hogy én befelé sírok, kérem. Én nem szoktam turnézni a bánatommal, engem az itmar belül, kérem. A történelmi balsors megtanít egy nemzetet befelé sírni, és keményebb lesz tőle. Acélus. Bravo. És azt se vette észre, hogy mit vittem oda az asztalra ennek a cukinak? Fejedelmi ebédet, ha jól emlékszem. Fejedelmi? Hát azt hiszi, hogy csak az a csirkecomb volt a kredencben? Egy frászt. Volt ott pulyka is, de én mégiscsak a csirkét vittem, zabálja azt. És nem burgundi töltöttem neki, hanem egyszerű kadarkát, pedig volt burgundi is. Na ehhez mit szól? Hát szólni nem tudom. Na ugye, na persze sorolhatnám még. Nem kell. Meg vagyok győzve. Mondják csak, uraim, maguk alkudoznak egy ébredező nemzet gondjai közepette. Jaj, bocsánatot kérek, mély tisztelettel, méltóságos uram, fantasztikus, hogy az embernek még bizonygatni kell, ami pedig olyan világos, mint a nap. Majd minden tisztázunk. Minden tisztázunk. Mondja kis, hogy is hívják magát? Kis méltóságos uram. A világ legbonyolultabb neve, ne fáradjon azzal, hogy megjegyzi. Igen, igen, kis. Mint ha már hallottam volna ezt a nevet. Előfordul. Ez olyan név, ami... Ugye? Előfordul. Az én memóriám sosem csal. Mondja, kis nem szolgált maga véletlenül az én huszár ezredemben. Személy szerint alig, ha de mint kis, úgy általában bizonyára szolgáltam. Ugye, mondom. Az én memóriám sosem csal. Olyan memóriám van, mint egy lónak. Persze aras teli vélet, mondok. Na persze, én sem valami otromban murak közire. Piave? Drink. A Piavénél szolgált az ezredemben? Bizonyára ott is. Egy kis mindenütt szolgálhat. No, ez derék, fiam. Várjunk csak, rémlik valami, mintha Doberdónál is. Nem maga kapott el, amikor a fejsebemmel lefordultam a lóról. Arabsteli vér volt? De milyen arabsteli vér? Az egyik csikóját a Velszi herceg lovagolta még a háború előtt. A derbi királynéja volt. Így hát akkor, kedves hogy is... Kis méltóságos uram, kis. Kedves kis, nagyon derék. De lehet, hogy a nagyapám volt, aki elkapta önt a lóról, sohasem lehet tudni, vagy a dédapám. Mindegy, fiam, mindegy. Te, Müller, a méltóságos az ő dédpapája kapta el. Mikor lebukott? Arabsteli vér volt. Méltóságos, mikor? Mikor a Velszi hercegnek meg az angol királynénak viszonya volt a derbin. Derbi. Ott, Doberdónál. Onnét kicsit északnyugatra. Az ott egy monden hely, tudja, Piave, Doberdó. Úgy, Piave, Doberdó. Nagy méltóságú uram, erre a meghatóan szép és felemelő pillanatra vártam. Ki vele, fiam? Méltóságod nagy szíve és mély emberi megértése. Halljuk már. Ellenállási érdemeimre való tekintettel méltóztasség engedélyt adni. Nocsak, bátran. Hogy kimenjek az illemhelyre. Tessék? Jaj, nagyon kell, méltóságos uram. Ezt merészem. Már azelőtt is kérelmeztem, de hát az akkori embertelen bánásmód, ugyebár... Elég ott! Rendre utasítom ezért az arcátlan modortalanságért. Tehát, méltóságos uram, kétségbejtő helyzetben vagyok. Én orvosilag igazolni tudom. Maul halten, leülni! Pardon. Látja, Müller, nem megy ez olyan egyszerűen. Az élet bonyolult, kérem. Most örül. Boldog, mi? Hát, hogy boldog vagyok, az enyhén szólva túlzás. Egy kis csendes költői derű. Ennyi az egész. Magából csak úgy árad az ember gyűrölet, szégyelhetné magát. Belőlem a humanistából? Ismerem a maga humanizmusát.
Tehát megkezdjük a konszolidációt. Uraim, fiaim, bajtársaim, hogy is mondják, egységben az erő. Stimmel, hát akkor pucoljunk. Hogy? Menjünk, akkor egy... Igen, hát akkor gyerünk. Mit mond? Azt mondom, csaszongjuk innét. Hát mire várunk? Hogy érti ezt, fiam? Hát nem maga mondta, hogy ha átveszi a parancsnokságot, egységbe tömörít és kivezet minket. Igen, igen. A teljes összeomlásból. Nem az összeomlásból, hanem ezen az ajtón. Miért vezetném ki magukat ezen az ajtón, amikor végre rendet tudunk teremteni? Elnézést kérek, de hadd emlékeztessem önt, hogy én is így értelmeztem szavait. Javaslom tehát, hogy akasszuk le a kulcsot és menjünk ki innét. Ott aztán minden rendbe jön. Én egy szót sem szóltam semmiféle ajtóról. Az egység a lényeg, és azt most megteremtjük. Punktum. Igaza van a méltóságos úrnak, ez a legfontosabb. A mi ősi lelkiségünk szent csatatér, melyen a felforgatás hazafiatlan szelleme fűbe harap. Fiaim! Piave! Doberdo! Derbi! Éljen a Velszi herceg! Helyes, helyes! Látom, maga érti, fiam, mire gondolok. Hát akkor kezdhetjük. Kezdhetjük. Először is fel kell számolni mindenfajta káros nyugtalanságot. Mondja, cuki fiam, maga mit izeg mozogott folyton? Vészkeltem a pockámnal. Ez nem indok a fegyelmezetlenségre. Húzza ki magát, és ne mozogjon. De szeretném megvakarni. Jól nézek ki. Ennek a cukinak bolhája van, méltóságos uram. Ha átugrálnak rám a bolhák, én nem tehetek róla. Már most megmondom, hogy nem az enyémek. Csak arra ugrálnak át a bolhák, akinek a vérét szeretik. A mi vérünk keserű a történelem viharaitól, aki közülünk való, annak nincs bolhája. Az attól függ, milyen bolha, városi vagy vidéki. Nekem sok lenni bolhám, de az jófajta vidéki bolha szereti a jó erős vért. A nemzeti bolha az más. Azt természetesen megtűrjük. Vakarós csak, fiam. Igenis, altábor szernagy úr. Folytassuk. A történelmi jogfolytonosság szellemében, apropó, hallott itt valaki a góthai almanakról? Méltóságos uram, az én édesapám néhai K. Müller jól ismerte. Néhai? Ez miféle előnév? Nem előnév, kérem. Csak nem pénzért vásárolták ezt a lehetetlen előnevet? Hová gondol méltóságot? Az ilyesmit nem lehet pénzzel megvásárolni. Vagy ősi valaki, vagy nem. Nincs igaza? Helyes. Hogy is hívják magát, fiam? K. Müller, méltóságos uram. Nem magyarosított név ez. Az apját hogy hívják? Már meghalt, kérem, Néhai K. Müller. Megint egy Néhai? Nem Néhai, dehogy Néhai, csak éppen meghalt, de nem Néhai. De rég. Lehetséges, hogy magának majd engedélyezzem ezt a Néhai előnevet. Majd meglátjuk. Hálással köszönöm. Méltóságos uram, kötelességemnek érzem figyelmeztetni, hogy van itt valaki, aki abba a bizonyos almanakba jogtalanul betolakodott, egy bizonyos illető, kérem, ez a Cuki. Cuki? Igaz ez? Nem igaz, kérem. Én azt úgy kaptam, azt az ősnemességet. Kapta? Kitől? Hát nem emlékszik. Halljuk, kitől kapta. Majd ellátjuk a baját a gazemberre. Magától. Méltóságos uram. Méltóságos. A maga adta nekem, nem emlékszik? Én azt mered állítani, csirkefogó, hogy én adtam neked? Olytuk már talán erőszakkal. Még hazudsz is, te söpredék. Rám lett tukmálva. Mondd vissza. Rám lett tukmálva. Vigyázz. Eperstől statárium van. Az ítéletet kihirdetem. Cukit az alvilágból kötél általi halálra ítéljük. Felállni! Felhoz! Indulj! Ez nem igazság. Hely! Vissza! Előbb add vissza a jogtalanul bitorult ősnemességet. Rám lett tukmálva. Azt mondta, add vissza! Visszaadom. Mehetek a helyemre. Mivel helyrehoztad, amit vétettél,
jutalmul a kötél általi halált golyó általi halálra változtatom. Hátra! Hátsz! Halasz! Keveket tarkóra! Ez nem igazság! Rohadt egy világ! Mondja, Müller, maga mit izeg, mozogott folyton? Én dehogy is ülök, mint a cöpek. Maga vakaródzik. Vajja be! Méltóság, uram, nem tettek róla, én megmondtam. Átugrálnak magára a bolhák, mi? Hát, mit agadás? De nem a cukiról. Hanem tőle. Tőlem? Biztos. Mint a halál, méltóságos uram, érzem, nemzeti bolha. Derék, jól van, fiam. Piave, doberdo. Üljön vissza, cuki, megfeledkezett magáról. Te simár mondani, alszábor, tennagyúr. Mikor indulunk? Mit? Hogy? Mit kérdezel, fiam? Hogy mikor indulunk már? Hová? Hová? Hát, odaki. Odaki? Miért akarsz te oda kimenni? Hogy bevessem a földemet, bütyök maggat. A földet? Miféle földet van neked? Kaptam én egy kateszteri hold jó zsíros fekete szántót. Azt akarom bevetni. Ha örökkétig itt nyomom a széket, az parlagon marad. Te földet kaptál? Kitől? Az előbbi ténysúrtól. Egy hold jó zsíros fekete szántó. Kataszterit? Lefoglalom. Lefoglalja? Na, pajtás, mehet vissza a rezervátumba. Visszaszolgáltatni a jogos tulajdonosnak. A jogos tulajdonosnak? Akkor nincs hiba, mert az én voltnék. Azt mondtam, hogy a jogos tulajdonosnak. Értem én, instálom már, mint nekem. Nem érted, hogy a jogos tulajdonos nem te vagy? Hát kicsoda? Természetesen én, a történelem jogán. Ki másé lehetne az őseim vérével öntözött szent hazaföldje? A föld azé, aki megöntözi. De én nem adom! A juss az juss! Csak nem akar a történelemmel szembeszállni, barátom. Szembeszállok én mindennel. Ha a jussomhoz nyúlnak, szembeszállok én még a Belzebubbal is. A Belzebubbal, igen, de egy revolvercsővel. A föld tehát az enyém, megértetted? Nem adom! A juss az juss, inkább meghalok. Helyes. Te mondtad, statáriumban. Feláll! Nem adom a jussom, inkább meghalok. Meg lesz, fiam, meg lesz. Felhassz! A juss, az juss! Kezeket tarkóra! Tisúr, várjon legalább, adja vissza az én Iluskámat, mielőtt meghalok. Kicsodádat? Az én Iluskámat. Az ki? Az én ringófarú, szépséges szeretőm. Az én turbékuló galambom. Turbékuló galamb? Ez szép. Ez olyan, mint egy magyar nóta. Rendben van. Megkapod. Megint enyém az Ilus. Az én ringófarú szeretőm. Az én rozmarin szálam. Az én pintyőkém. A tiéd, fiam. A tiéd. Köszönöm. Falhoz. Kendő. Kezeket tarkóra. Hé, Iluskám, látlak-e még tégedet? Nem valószínű. Isten veled, kicsi földem. Hé, de most már kivet majd be bütyök maggal tégedet. Tessé? A földre mondja, tetszik tudni a méltóságot földjére. Ez igaz. Várjunk csak. Megholtam már, hogy még élek. Várj csak, fiam, fordulj meg. A holtomban nem forgolódom már. Én kimegyek a temetőbe. Hátra! Ide figyelj, fiam. Akarsz-e bityök magot venni? A tavaszi kunkor se rossz, mondják, jó hozama van. Akarsz-e tavaszi, micsodát? Kunkor, tavaszi kunkor. Akarsz tavaszi kunkort vetni? Hát, hiszen éppenséggel akarnék.
De nem lehet. Miért nem? Mert a ténysúr agyonlő. Ugyan, fiam, ne vedd úgy a szívedre a dolgot, deréklegény vagy. Eljössz hozzám zsellérnek, és beveted azt a holdföldet bütyök maggal. Én, ne? Persze, hogy te, az a ringó farú izéd, az a, hogy is hívják, na? Az Iluska, kérném tisztelet. Igen, igen, az a bazsalíkom pintyőke, hely, az meg elszegődik hozzám belső szobalánynak, ott is alszik majd nálam. Hadd szaporodjék ez a szegény, balsors verte nemzet. Hát, instálom. Majd adok neked egy előnevet is. Hogy hívnak, fiam? Márton. Akkor te leszel, fiam. Vitéz, bütyökfalvi, kunkor, Márton. Menj a helyedre. Vitéz, bütyökfalvi, kunkor, Márton. Ezt megkapta. Miért? Én nagyon örülnék, ha ilyet kapnék a méltóságos urunktól. Minek nem örül maga Müller, ami felülről jön? Később aztán ellenállás lesz belőle, igaz? Maga egy defetista. Mi itt konszolidálódunk, maga pedig más sem tud, csak bamlasztani. Miről beszélnek maguk? Ki a defetista? Méltóságos uram, egy fontos bejelentést akarok tenni. Van itt egy illető, aki méltóságodnak csapja a szelet, de azelőtt nem így beszélt, sőt, mondhatnám épp ellenkezőre. Halljuk, csak halljuk. Először is szellemileg kiszolgált bizonyos primitív irányzatokat. Szellemileg, csak nem intellektuel, vagyis defetista. Még ennél is rosszabb. Könyveket ír. Könyveket? Meg falukutató. Azt beszélik folklórpecér. Szaperlott! Utálja a lovakat. Rá se bír nézni egy arabsteli vérre. Schweinebagás! Donnerwetter und Kruzifix! Du, du, du! Disna! Disna! Szép, gusztusos munka volt, Müller. Felállni! Méltóságos uram. Csend! Utálja a lovakat! A statárium értelmében! Pillanat, méltóságos uram, én csak a sörös lovakat nem szeretem. Egy igazi arab stelivér láttál, hogy egyszerűen könyvbe lábodott a szemem. Persze, mert allergiás a lószagra. Allergiás. Tehát nem csak defetista és intellektuel, hanem allergiás. Alázatosan kérem főmértóságodat. Felhassz! Idari! A legalázatosabban esenget! Kezeket tárkóra! Igenis. Várjunk csak! Legutóbb ugyanebből a szögből puffantottam le egy kapitális szarvasbikát. Gyönyörű példány volt, barátaim. Ezt is innét fogom lepuffantani. Csak ez az asztal. Müller fiam, vigyél csak el az utamból ezt az asztalt. Azon a méltóságos uram már viszem is. Marha! Kiüti a kezemből, revolver! Pardon, ezer bocsánat, nem akartam. Ha, hova lett? Ott van a Márton úr lába előtt. Látom. Szabad, Márton fiam. Add ide ezt a revolvert, Márton fiam. Ne adja oda. Jó helyen van ez nálam. Tessen leülni, méltóságos úr maga is. Megyek, fiam. Megyek. Szeretnék szántani a tökröt, hajtani, ha a rózsám jönne a zekét tartani. Sárgán virágzik a tök, meg hal, akit megütök. Hey! Barna kislány lába szára, kum! Kivirított az utcára, kum! Szeretője, ha nem látja, harmadlapos hideg rázat, kumma, 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 kum! Kumma, 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 kum! Kum, kum, kumma, kum! Kumma, 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 kum! Ácsi te! Leülnéd a rögvest, amíg szépen mondom.
Ha mi baja magának? Nyavaja törése van? Kérem, ezek nóták. Nóták? Ezek nóták? Igenis, méltóság. Illetve instálom. Nóták, instálom. Hallott már valaki ilyen nótát? Na, ugye, senki. Sose volt ez nóta, mert én nem ismerem. Az a nóta, hogy azt mondja, hogy Mási Péter, vagy Mási Pál, untararam, untararam. Na meg az, hogy meseautóban színezüst erdők során repülünk a mesék kocsiján. Na meg az, hogy küldök néked egy nápolidat. No, hát ez a nóta, hát igaz vagy nem igaz? Igaz, 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 összetévesztettem, azt sem tudom, hol áll a fejem, énekeljem ezeket. Minek? Minek? Hát csak úgy gondoltam, hogy kedvéd lenné bennem, értesáros uram, akarom az instálom. Nem kell, előbb megnézzük, mi van a szénába. Mibe, kérem tisztelettel? A szénába. Ja, hogy a szénába, persze. Van benne, hogy ne lenne, hajjaj. Micsoda? Hát, kérem tisztelettel, ez az... attól függ. Mitől? Ugyebár a helyzettől, kérem, mindig a helyzettől. Tudja, Ken, de mi az a széna? Vagy csak papulázik itten? A széna? Hogy ne tudnám, instálom? A széna... az egy kazal, kérem szépen. Kazal? Na és a bogja? A bogja? Na? A bogja, az kérem szalmából van, cséplés után nő. Azt hiszem a tarlón, vagy a pagonyba? Városi flaszterkukac. Kozmopolita! Pedig tudom, kérem, csak összezavarodtam. Tudom én pontosan, de most nem bírok koncentrálni. Mit csinálni? Az a helyzet ugyanis, hogy nem bírom tovább. Szeretnék kimenni a toalettre. Hová? Oda. Ki? Jó, hogy a budiba. Igen, a budiba! Eddig ugyanis nem tudtam elérni, kérem. Minket kis embereket mindig elnyomnak, ugyebár. De most, hogy végre ön foglalta el a széket, elérkezett a várva várt fordulat, az ön megértő jósága meghozza számomra a nagy pillanatot. Nem lehet. Nagyon kell, instálom. Nem lehet. Kérem, én nem bírom tovább. Most már aztán csend legyen! Ne sipákoljon itt a fülembe, mert még rossz kedvemben talál, és meghúzom ezt a stukkert, vagy minek mondják. Én megyek a budiba. De mozgolódás nincs! Figyelek! Ennyi, bennyi, nem segít a nóta se, Müller úr. Csak örüljön maga, humanista! Ne sértegessük egymást, uraim! Inkább beszéljük meg az indulás feltételeit. Indulás? Milyen indulás? Hát, ugyebár az a kis föld, ami a maga tulajdonát képezi, fiam, az a jó fekete földecske parlagon hever. Be kellene vetni izével, hogy is hívjákkal? Milyen földről beszél maga? Hát, az egy hold, jó zsíros föld, amit... Egy hold? Méghozzá kataszteri. Egy hold földről papolnak maguk nekem, amikor az egész, amikor minden, de minden az enyém. Van eszük, egy hold földdel kiszúrnák gazdúram szemét, amikor minden az övé, ott számt és vet, ahol akar. De ottán felszántjuk a városokat is. A városokat? Hát minek az a sok bűnös város? Fel kell szántani, és be kell vetni, bütyök maggal! Hallgasson rám, fiam! Én honfoglaló őseim vérével örököltem a szent hazaföldjének szeretetét. Én is megvetem a várost gyökértelem polgáraival, meg a külvárosok söpredékével. Jól mondja, fiam! Szodoma ez, nem más. Szodoma. De mi lesz a villanegyeddel? Ha mi lenne? Felszántjuk azt is. Világos, és bevetjük bütyök magát. Álljunk meg egy szóra, fiam. Én is ott lakom. Fog azért azt teremni, ha a silányabban is. De hogyan lépek ki a házamból, fiam, ha a körös körül minden bevetnek?
bütyök maggal. Ó, nem lép ki a villájából. Nem lesz ott villa. Tessék? Annak a helyét is felszántjuk. A villámat nem engedem lerombolni. Senkinek sincs joga. Eke kell ide, semmi más, és megjavul a világ. Bocsánat, ha szabad kérdeznem, minden épület helyét felszántja? Fel bizony, ha városi. És mi lesz a Nemzeti Könyvtárról? Mekkora épület az? 5 emeletes, rengeteg értékes könyv. 5 emeletes? No, azt meghagyjuk. Hála Isten. Jó lesz silózónak. Tizi? Há, szép magas épület, jó lesz silózónak. Kérem, ez lehetetlen, az a rengeteg értékes könyv. Tiltakozom. Na ne féljen, a könyveket kirámoljuk. Tessék? Ki hát? Csak útba lenne a silózásnál. Legalább a legértékesebbeket hadd vigyem a lakásomra. A lakására? 2 utcával arrébb lakom. Gyorsan át tudnám vinni a könyveket. Minek vinni? Hogy megőrizzem. Az utókornak. Már a lakás. Hogy őrizni meg a lakását, amikor azt is felszántjuk? Az én lakásomat? Jó vicc, pont az ő lakása maradjon barlagon. Az ember nem hisz a fülének. De kérem, ezt nem lehet, ez barbarizmus. Jól van, azt is vetünk belé. A könyveim! Csupa értékes ritkaság! Ritkaság, ritkaság! Az nem ritkaság, hogy felszántják az egész várost. De feláll, mint a hajderménkű. Na, mindjárt el is kezdhetnénk, csak egy kis jó hangulat kéne még. Nincs itt senkiben egy kis jófajta virtus. Hát mit rógatják az orrukat? Kérem, lenne egy ajánlatom. Kivele? Én visszavonom a tiltakozásomat a Nemzeti Könyvtárral kapcsolatban. Ha jól meggondolom, egy bizonyos magasabb érdek aspektusából tekintve a silózás, ugyebár fontos dolog. Mondhatnám egyik a legfontosabbaknak. Egy szóval én egyetértek. Derékbeszéd. Ennek fejében azonban, ha szabad kérnem, mielőtt felszántják a lakásomat, hadd vihessem el onnét a lepkegyűjteményemet. Azt nem lehet. Semmiség az egész, kihozom, aztán már lehet is szántani. Ha várnék, amíg mindenki széthurcolja a ritmókját, sose lehet elkezdeni a munkát. Egy pillanat lenne, csak beszaladok, kihozom és kész. Nem szalad be sehová és nem hoz ki semmit. Megmondtam, üljön le! A lepkegyűjteményem. A lepkegyűjteményem! Hagyja már, tanár úr, a döglött hergyókna. Na hát, lesz hangulat vagy nem lesz? Nem tud valaki zenét? Hagyja ezt, Müller, hagyja! Nem kell. Nem kell, értem én. Valami mást? Hé, Cukisógor maga olyan zenész félének látszik. Zenésznek én? Maga hát azzal a züllött képivel. Mit tud? Hát, valamikor szájharmonikáztam egy kicsit. No, akkor játszom valamit, valami frisset, mert jó kedvem van. Valami táncosat, mert táncolhatnékom van. Most? Most hát! De gyerünk, sógor, mert ficánkol a serét itt a markomban. Ne sajnáljad, nem anyád, jól megrázzad a farát. Az én szívem, hogy dobok, hogy én szíjjel lányt fogok. Akárkinek vagy a lánya, gyere rózsám, bújjunk ágyba. Hey! A hálóba kecsege, hozzá vazág recsege. Hey! Jaj, a bokám! A stukkerem! Hova lett a stukkerem? Ott van Márton úr, kérem, a kis úr lába előtt. Adja ide szépen, sógor! Fölvette. Nem adja oda. Hová tetszik menni, kis úr, kérem? Nincs csak, zsebre tette a revolvert. Nem fogja használni a revolvert, emberek. A kis úrnak nincs szüksége revolverre, mert ő majd a humanizmus alapján, igen, az ő közismert humanizmusa. Nézzék! Megy a kulcs felé. Emberek, ki fogja nyitni a kaput? Kimeltünk innen. Emberek, barátaim,
testvéreim! Végre ez a pillanat is elérkezett! Na ugye, hinni kell barátaim a kibontakozás. Professzorkám, ő mindjárt síró! Ez a humanizmus, kérem, az emberi humanizmus! Professzorkám, tudja mit? A döglött elnyúk helyett szállítok magának egy éjszakai pillangót. Mindig mondtam, hogy tiszta eszmények kellenek, az idealizmus hegyeket mozgat. Tanár úr, maga kiköpött olyan, mint a kedvenc szegedi smasszerem. Ahogy kinyitotta a cella ajtót, olyan volt, mint a Jézuska. Szépen visszamegyek a rezervátumba. Vasárnap bakfarkozok, meges? Hát kiköpött Jézuska! Na nézzétek! Nézzétek barátaim a tanárodat! Hát nem egy kiköpött Jézuska! Menj bele az angyal! Iluskám, csak meglátlak tégedet! Most aztán kibontakoztatjuk a nemzeti géniusz! Szépen leakasztjuk a kulcsot! Kitárul az ajtó! Faluszélén vár a rózsám! Kilépünk innét és belélegezzük a jó, friss levegőt! Hát akkor gyerünk a kulcsért! A kulcsért! Gyerünk! 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 Na! Várjanak még azzal a kulcsot! Várjunk! Mire, drága tanár úr? Mielőtt kinyitom az ajtót, valamit még el kell intéznünk. Ja, úgy, hogy elintézni valamit. Már megijedtem, hogy megint itt maradunk. Egy kis megbeszélés az ugye sose árt. Egy kis megbeszélés, hogy mégis mi a helyzet. Csak úgy cirka, mégsem indulhatunk el innét, mint a birkák. Emberek vagyunk, tehát le kell fixálni a dolgokat. Ebben igaza van a kis úrnak. Jó, hogy kinyitjuk az ajtót, de aztán... A jövőt fel kell vázolni. Ha a jövő nincs fölvázolva, kérem, akkor aztán... Csendeljen! Üljenek le mind. Pardon, én csak le akartam szögezni, hogy a magam részéről egyet értek. Miről lenne szó? Arról, hogy mielőtt kinyitom a kaput, előbb még likvidálom magukat. Tessék! Miért teszed elővenni a revolvert? Egy-egy golyót ereztek mindegyikükbe. Mármint őket tetszik gondolni, ugyebár? Na, nem is csodálkozom, ahogy a kisúrral szemben viselkedtek, hát megmondom őszintén, én nem is csodálkozom. Ne erőlködjék, Müller úr, kár a gőzét, magát is likvidálom. Engem? Hát, hogy lehet engem egy kalap alá venni ezekkel? Hát tettem én valamit? Mondom, hogy kár a gőzért, Müller úr. De kérem, tisztelt, ez valami tévedés lesz, ez, hát ez nem létezik. Kérem. Nekem rosszak az idegeim. Orvosilag tudom igazolni, engem ne tessék ilyen helyzetbe hozni. Nem érti, hogy ne strapálja magát. Velem nem sokra megy az ilyesmivel. Én nem vagyok olyan szentimentális lélek, mint a cuki barátja. És a humanizmus, amiről mindig beszélt? A humanizmushoz elszántság kell. Mind a négyen golyót kapnak a humanizmus nevében. De kérem, ez nonsens. Csak úgy minden indok nélkül... Majd megindokolom. Hát ez teti dolog. Alig vártuk, hogy maga üljön a székbe, és akkor most... Ilyen az élet. Ha most hazamegyünk, vagy nem megyünk haza? Az a gyanúm, komám, hogy most már nem. Mindig más mondanak itt, tehát a szifra rosszabb se érti az egészet. Na, Müller úr, készüljön. Hová? Egy kis túrára a más világon. Kis úr, kérem, már is, hát... Nem lehetne. Nem. Miért pont én vagyok az első? Tessék inkább mással kezdeni. Miért kezdeni mással? Ott van a sor eleje. Felállni, Müller. Kis úr, esküszöm, hogy bennem a legalázatosabb szolgálja. Forduljon meg. Én szikla szilárddal kitartani. Falhoz! Elveszti a leghűségesebbet. Ezeket tarkóra! Kis úr, álljon meg! Egy pillanatra nem bírom tovább, ki kell mennem a vécére! Ezeket tarkóra! Az emberiesség nevében, ez az utolsó kívánságom! A halálra ítéltek joga van az utolsó kívánsághoz! Ez nemzetközi szabály! Na nem bánom, Müller, menjen, ne mondja, hogy nem voltam magával humánus. Menjen ide gyorsan. Hálásan köszönöm, rohanok! De nehogy azt higgye, hogy most megúszta. Én valóban lelövöm magát. Nem úgy, mint a többiek, érti? Utána, boldogan! Mindjárt jövök! Maguk pedig szépen felsorakoznak addig.
Ne vesztegessük az időt, már vágyom a friss levegőre. Méltóságos uram, nagy méltóztassék a falhoz fáradni. Azt hittem, magában van annyi belátás, hogy nevetem egyik. Miért nevetemednék? Mert én vagyok az intellektuális Lemil, aminek önök kikiáltottak? A két balkezes intellektuál, aki egy ravaszt sem tud meghúzni? De bizonyítom, hogy meg tudom húzni a ravaszt. Be fogom bizonyítani. Ha csak azért csinálja, nem éri meg. Hajlandó vagyok kijelenteni, elhiszem, hogy meg tudja húzni a ravaszt. Nagy méltóságot boldoggá tesz, de nem csak ezért csinálom. Nekem küldetésem van. Meg kell teremtenem az értelem uralmát. Tessék a falhoz váradni. Elkerülhetetlen? Elkerülhetetlen. Kérem. Na, sógor, felállni! Gyorsan! Én... Magahágyen! Csúnya játék ez, halljaj. Azt hittem, most, hogy egy ilyen nagyeszű tudós ember lett az úr, szépen... Tavaszik unkort vetünk, meg ölelgetjük az Iluskánkat, hát nem, komám! Nem! Nincs többé Iluska, se tavaszik unkor. Golyó van és kész! Új életet akarok kezdeni. Na de hiszen én is új életet meg is egyezhetnék. Nem! Én akarok új életet kezdeni. Én. Egyedül én. Nincs szükségem senkire. Ne zavarjon senki. Majd én egyedül. De a maga kártyét is bevetném. Falhoz. Igenis. Cuki uram, magán a sor. Felállni. A fénam, művelt ember. És ezért nem lehet véleményem? Maguk mind úgy nyilvánítják a véleményüket, hogy valakit lelőnek. Csak az én véleményem maradjon mindig elvont. Csak az én világom maradjon absztrakció. Hiszen ez gyilkos. Milyen kényes lett egyszerre. Ha én állnék, ott nem lenne ilyen kényes. Pedig értem, nagyobb kár lenne. Mert én vagyok a fauszti ember. De ugyan már hallott ilyesmiről. Én a tökéletességre törekszem. És aki utamba áll, azt megsemmisítem! Ez az igazi humanizmus! Tiszta és kegyetlen! Érti? Értem. Tabula rázát akarok! Tabula rázát! Hátrác! Kezeket terkóra! Jó, ha miért olyan ideges? Kisúr, kérem, kész vagyok. Maga nyomorult! Elnézést, nem akartam kivenni a kisúr kezéből a... Állj, ide gyorsan! Állj! Egy lépésse, Müller! A Stucker pont középen van. Most mi lesz? Emberek, hallgassanak meg, mint öreg tapasztalt katonát. A revolver egyenlő távolságra van mindegyikünktől. Tehát meg kell egyeznünk. Elővigyázatossági rendszabályként mindenki tegye hátra a kezét. Úgyné, rendben van. És most mindenki lépjen négy lépést hátra. Számolok. Egy. Kettő. Három. Négy. Ez az. Most nyugodtan tárgyalhatunk. Meddig fogunk itt strázsálni? Itt fogunk meggebedni, erre a rohadt Stokerra bámulva. Mondok valamit, talán kimehetnénk együtt. Nem is rossz gondolat. Mi? Valakinek le kéne akasztani a kulcsot? Ó, de kinek? Ez itt a kérdés. Talán én leakaszthatnám. Helyes. De mi biztosít engem arról, hogy még hátat fordítok, valaki nem kapja fel a revolvert? Mi? Többiek, kollektív alapon. Az nekem nem biztos. Hát leakaszhatná úgy, hogy nem fordít hátat. Hogyan? Úgy kitekeredve. Közben nézhet minket! Na jó. De közlöm, hogy figyelni fogok. Senki nem mozduljon. Megvan. Megvan! Megvan! Na. És most kinyitjuk a kaput, aztán úgy. Ezt is ki kell dolgozni előbb. Fogjuk meg egymás kezét. Én számolok.
Mindenki lépjen a kapu felé. Egyszerre. Na, ide a pacsikat! Na, rajta! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz! Tanár úr! Na, nyissa már! Nyissa már, nyissa már! Be van rozsdásodva a zár. Segítsen! Na, forgassuk meg ezt a kulcsot együtt, emberek! Rajta! Rajta! Na nem arra, hanem amarra! Próbáljuk meg erre beljebb nyomni kicsit! Én inkább azt mondom, túl bent van. Na, markolják meg legalább tisztességesen! De most csináljuk meg a főokot! Ja, csak simogatják azt a kulcsot, hát nem kislány. Na, most jól van benne. Talán most sikerül. Hó-ruk! Ez az? Tanár úr! Hó-ruk! És ugyanakkor... Kezeket föl! Hogy került magához a revolver? Úgy, hogy fölvettem a földről. Láttam, hogy nincs gazdája, hát fölvettem. Alig mi az ajtóval győzködtünk, maga trágyadomb! Ez nem lehet, ilyen nem létezik. Jöjjön meg az esze, cuki fiam. Ez nem fair play, amit csinál? Most, amikor mind kimehettünk volna, hát van magának szíve! Nincs. De stukkerem, az van, amivel kinyírlak benneteket. A cuki úr tudja, mit csinál. Amit ő csinál, az meg van csinálva. Jobb, ha nem avatkozunk bele. Kus! Leülni a földre! Egyenként! Mind? Müller? Igen. A kulcsot. Dobd ide. Na, pojácák. Akkor most befejezzük. Kezeket tarkóra. Ugyebár tetszik tudni, hogy én soha semmiben nem vettem részt. Élem, aztán nem lehet mondani, hogy ugráltam. De hogy ugráltam? Isten ments! Az nem az én profilom, kérem, az ugrálás. Én csak ülök, és befogom a számot. Megvárom, amíg kérdeznek. Tessék engem nyugodtan kérdezni, cuki úr, kérem. Figyelek! Ugyebár tetszik tudni, hogy én soha semmiben nem vettem részt. Élem, aztán nem lehet mondani, hogy ugráltam. De hogy ugráltam? Soha az életben nem ugráltam, kérem. A mese. Rádiója.